Hogyan teltek az ünnepek Hajdúszoboszló városban is térségében? Hál' Istennek viszonylag ö, nyugalmasan telt ez a, az időszak. Hajdúszoboszló városában említésre méltó esemény nem történt. Národbaron történt egy olyan ö, ügy, amit szeretnék elmondani, mint érdekesség. Ö, december 26-án éjfél időben ez István Národbari lakost ö, fogták el a, a kollégáim egy bűncselekmény követése kapcsán. Ezzel kapcsolatban meg kell mondani, hogy a Hajdubi Harmegye Rendőrfőkapitányság tevékenység központjába érkezett bejelentés ö, arra vonatkozóan, hogy ö, az egyik ö, lakóingatlan, amely a bejelentő által ö, tudomása van arról, hogy a, a lakóingatlan üres, abban nem tartózkodik senki, mozgást észleltek. A helyszínre irányított, körzeti megbízott ö, a lakóingatlant körbejárta, és a lakóingatlannak a bejárati ajtajában szembe találkozott egy oda nem élő személlyel. Ezt a szemét kérdőre vonta, majd elfogta és elállította a nádbari rendőrösre. Itt a nyomozók kihallgatták, őszinte feltáró jellegű beismerővallomást tett, elmondta, hogy lopási szándékkal érkezett ebbe az ingatlanba. Az ingatlan kapuja az nyitott állapotban volt, azon ment be az udvarra. Az udvaron talált egy ásót, az ásóval befezítette az üresen álló egyébként lakás céljára használt épület ajtaját, és eközben érkezett a kollégám. Szilveszterkor történt valamilyen említésre méltó esemény? Hál' Istennek csendben, csendben telt a csergetés is, tehát nem történt különösen kiemelkedő esemény. Nyilván voltak olyan események, amelyek, amelyek korábban is szoktak, tehát sajnos előkerültek olyan dolgok, tehát ami valószínűleg nagyobb hanghatással járhattak, mint ami megengedett volt, de egyébként konkrétan petárdásra vonatkozó, illetve tiltott eszközök használata vonatkozóan bejelentést nem kapott a Hajduszósz rendőrkapitányság. Hagyoszobosz rendőrkapitányság bűnögy osztálya eljárást indított két nagyhegyesi illetőségi fiatalemberrel szemben. December 22-én az esti órákban egy nagyhegyesi italboltban ö, italozás során egy harmadik társukra rátámadtak, azt ö, bántalmazták, majd a bántalmazás követően ö, egymásnak estek. A az esetnek a szemtői bejelentést tettek a, a rendőrfőkapitányság tevékenységi rendelési központjába, aki azonnal a helyszínen irányította a falunak a, a, a közveti megbízottját. Közveti megbízotta elvégezte az elsőleges intézkedéseket, az aratgyűjtést követően segítséget kért a hajdúszoboszói rendőrkapitányság járőrétől azok is kiérkeztek a helyszínre majd a, a két szemét ellajtották a, a Hajdúszoboszra rendőrkapitányságra. Ellenük garázdaság vétsége elkövetése miatt folyik eljárás. Szabálysítési értékre elkövetett lopásvédség miatt indítottunk eljárást abban az ügyben, amelyben a lakosság segítségét szeretnénk kérni. December 23-án hajnali órákban 4 óra és 4 óra 15 perc közötti időben történt Nádadvar Balázsraios utcán lévő élelmiszerboltban. Ez idáig ismeretlen elkövetők, tehát ők kipontás módszerével behatoltak, ott nagyobb mennyiségű élelmiszert pakoltak össze, majd felteltően cselekmény során megzavarták őket, így nagy részét azoknak a tárgyaknak hátrahagyva elmenekültek a helyszínről. Szintén Ádvaron december 20-án hajnali órákban, két óra magasságban történt egy szabálysítési érték elkövetett lopásvédség kísérlet. Itt egy Baksai Dániel utcán lévő dohányboltnak a kirakatát, kirakatán lévő rácsot szerelték le, ez idáig elkövetők. A kirakat üvegét betörték, ekkor azonban megszólalt a, a riasztó, így elmenekültek a helyszínről. Kérem a lakosságot, hogy az említett két ügyben, hogyha rendelkezésre áll valami életfajta információ, akár a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban, akár az elkövetőkre vonatkozóan, tegyen bejelentést a Hagyoszoboszra rendőrkapitányságon, a bejelentő adatait a rendőrség bizalmasan kezeli a rendőrségnek a telefonszáma, a már jól ismert 52-es körzet 558 510 -10 es telefonszám, illetve a 112-es segélyhívó, illetve a Rákóczi 24 4 számlat található majd a szóval szóval rendőrkapitányság, tehát személyesen is tehetnek bejelentést. Közúti baleset gondatlakozás okozása védség, mert indítottunk eljárást abban az ügyben, amely december 19-én 16 óra körül időben történt Hajdúszoboszló Árpád utca és a Hülyes utca keresztődésében. De az történt, hogy az Árpád utcáról Luter utca irányába kívánt kanyarodni egy szemgépkocsi, az elsőségadás adás kötelező tábla hatájának elegetett, tehát megállt keresztődésben, majd a, az elendulása során valószínűleg figyelmetlenségéből adódóan nem vette észre, hogy ott érkezik egy kerékpáros, egy helyi életőségű hölgy, aki, akit elütött és balesetet szenvedett ebben az ügyben, nyilván az eljárásnak a dolga lesz pontosan tisztázni a, a baleset okait, körülményeit. December 20-án 10 óra körül időben történt egy baleset a Hagyuszobosztó hajnal utcán. Itt egy 70 év fölötti idős úriember segédmotoros kerékpárjával közlekedett az Adi Endre utca felől a Hajnal utca irányába, amikor az egyik feltetően az egyik lakó ingatlanról kiszöldött egy nagy testű német kutya, amely jel összeütközött a a kerékpáros bácsi ö, elesett és ö, sérüléseket szenvedett. A helyszíni szemle során tisztázásra került a, a kutyának a tulajdonosa, akivel szemben eljárást kezdeményezett a a rendőrkapitányság. Felhívom a figyelmet a lakosságnak, hogy mind a haszon célból, mind pedig a kefterésből tartott ö, állatokért ö, a gazdái, tehát az, azok tartói ö, felelősek. Tehát e, nyilvánvaló ebben az ügyben és a, a kutyát magát ugye felelősségre e, természetesen nem lehet vonni. Itt a e, kutyagazdája felel, megszegte valószínűleg a e, szabályait. szabályait. Ebben az ügyben itt a rendőrségi eljárásnak, illetve eljárásnak ez a dolga, hogy ezt e, tisztázza, ez a feladata, tisztázza, hogy történt-e e, ilyen szabályszegés, illetve megállapította az, hogy e, bűncselekményt követett el a, a kutyagazdája.